Bővítik a bevetési osztályt. Országosan 11 helyszínen 574 fővel hivatalosan is elindult a rendőrség határvadász képzése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyírbátorban indult csoport. Drága út lehet, megszűnt társaságok matricáival magas tarifákon szállítanak utasokat taxitársaságokon kívüli egyéni vállalkozók Nyíregyházán. Jogerős ítélet, 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a nőt, aki kávéba kevert gyógyszerrel elkábított, majd kirabolt egy férfit a megye székhelyen. Országosan 11 helyszínen 574 fővel hivatalosan is elindult a rendőrség határvadász képzése. A Külcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A magyar kormány még augusztusban döntött úgy, hogy 3000 fővel bővíti a készenléti rendőrség határvadász bevetési osztályát. A felmérés és vizsgálatok után több mint 500 fő nyert felvételt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyírbátorban indult csoport 71 fővel. Hivatalosan is elindult a határvadász képzés péntek délelőtt az ország 11 pontján, itt Nyírbátorban is. A rendőrségi oktatási és kiképző központ igazgató helyettese beszédében kiemelte, a képzés iránt nagy volt az érdeklődés, így a bekerült tagokkal szemben még nagyobbak az elvárások. A rendőri hivatásról beszélek, egy sajátságos dolog. Én úgy gondolom, hogy önök közül vannak többen olyanok, akiknek már volt munkahelye, és tudják azt, hogy milyen az, amikor munkát vállalunk. A rendőrségnél úgy gondolom, hogy sokkal több kell, mint egy sima munkavállalónál. A rendőri hivatás egy sokkal kötöttebb életformát követel, mind a szolgálteljesítés, mind pedig a magánélet során. Nagyon sok jogi szabályzó és belső norma szabályozza a működésünket, amelyeket önöknek az elmúlt vagy következő hetekben meg kell majd tanulniuk, el kell sajátítaniuk, és ez szerint kell majd a jövőben a tevékenységet végezni. Század! Yes! Pény! Nyírbátorban 71 fő nyert felvételt a képzés első csoportjába. Ők már túl vannak a fizikai, pszichikai és egészségügyi vizsgálaton, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat is ellenőrizte őket. Most egy több mint 6 hónapos képzés vár rájuk. Az első 2 hónapban már munkaviszonyba kerülnek a hallgatók, második hónap végén egy vizsgát kell letenniük, annak sikeres teljesítését követően már a készenléti rendőrség hivatásos állományába fognak kerülni. Maga a képzés egyébként 2017 áprilisa végén fog befejeződni, és 2017 májusától pedig már a szerb-magyar határszakasznál fognak járőrvezeti irányítása mellett járőrözési, őrzési feladatokat ellátni. A csoportok hallgatóit a rendészeti tanintézmények kihelyezett oktatási helyszíneken tanítják majd a rendőrség szakemberei, például itt Nyírbátorban is. Igazából mindig is vonzott az egyenruha, az igazságérzet, korábbi fegyveres testületnél szolgáltam már, aztán igazából ez ösztönzött elsősorban a hazavédelme mellett, hogy itt folytassam az életemet. Hát igazából egy felvételim vagyok túl, egy fizikai felmérés volt. Aztán igazából még most kezd beindulni majd a képzés. Természetesen nem csak fiúk jelentkezését várta a rendőrség, itt Nyírbátorban is több lány is felvételt nyert a határvadász képzésre. Több jelentkezőnek iskolai képzettsége is van a további tanulmányokhoz, de mindenkinek hosszú távú tervei vannak. Minél feljebb törekedjek, hogy minél többre vigyem a rendőrségen belül. Már ez is egy nagy cél számomra, hogy a rendőrség kötelékéhez tartozhatom. Belügyi rendészeti szakra jártam Baktól Lórendházára, vagy Ádám gimnáziumban, úgyhogy ott egy kicsit megtapasztaltam, hogy milyen ez az állomány. A rendőrség 3000 fővel szeretné bővíteni a készenléti rendőrség határvadász bevetési osztályát a közeljövőben. Jelenleg még több mint 2400 szabad hely van, amelyre folyamatosan lehet jelentkezni, hogy ütemezetten indíthassanak majd újabb csoportokat. Megszűnt társaságok matricáival magas tarifákon szállítanak utasokat taxitársaságokon kívüli egyéni vállalkozók Nyíregyházán. Ezek a magántaxisok külön árakon, általában magasabb kilométeróránkénti és várakozási díjjal is dolgoznak. A taxióra elindításával az utas egy szóbeli szerződést köt a sofőrrel, ezért köteles kifizetni az utazás díját, bármennyi is legyen az. Sorakoznak a taxik a belvárosban, azonban nem mindegy, melyikbe ül be az utas. A 4 nyíregyházi taxitársaságon kívül ugyanis több egyéni sofőr is foglalkozik fuvarozással, őket hívják mezítlábas taxisoknak.
Szemben a társaságokkal ők különböző tarifákon dolgoznak, és általában lassabban is érnek ki az utasokhoz, mivel nem központból irányítják őket. A különbség taxi és taxi között pedig már az autó matricáiból is kiszűrhető. Minden taxitársaságnak megvan a saját színe, meg logója, telefonszám, általában azon feltüntetve a kocsikon. A magántaxisoknál meg a saját telefonszámukat tüntetik fel, hogy őket esetleg azon el lehet érni. Megvan szintű, hogy valamikor reklámmatricát tesznek fel, van olyan is, hogy egy nem létező taxitársaság, ami idővel megszűnt, annak megmaradt a címke, és akkor az a kollega azon, az a címkéje van rajta. Napszaktól is függ a taxizás ára, az alapdíjon kívül a kilométerek és várakozási idő is befolyásolja. Ennél a társaságnál például, ha dugóban áll az autó, akkor a 30 forint per perc várakozási díjat kell fizetni. De hogy elkezd gurulni a jármű, átvált a kilométerenkénti 250 forint per kilométer tarifára, valamint ehhez jön még a 400 forintos alapdíj. Amikor az utas beül a taxiba, úgymond szóbeli szerződésként elfogadja a tarifákat, bármennyi is legyen az. A taxi hátsó ajtaján ki van függesztve a taxi tarifánk, meg a műszerfalon. Ott esetleg megnézheti, hogy milyen tarifával járunk, mert oda kell, hogy legyen írva, hogy alkalmazott tarifa, amit használunk, és úgy, mint az éttermeknek a bejáratánál, hogy ki kell lennem függesztve az árakat, hogy megnézik, akkor használják, vagy nem használják. Ez ugyanál is, csak ugye az utasok nagyon sokan, akár főleg éjszaka szórókezdenyen beülnek is, akkor utána nagyobb rész is sokan itt reklamálna nálunk, hogy drágábban vitte valaki, de akkor utána szembesül vele, hogy hát az nem is a mi kocsink volt, hanem egy ilyen magántaxis. Zatureczki Pál hozzátette, éppen a szóbeli szerződés miatt, ha valaki nem akar fizetni, akár a rendőrséget is hívhatja a taxisofőr, aki arra kötelezi majd a helyszínen az utast, hogy fizesse ki a fuvarát, bármennyibe is kerüljön az. A fixáras társaságoknál ez nem jellemző probléma, viszont az egyéni sofőrök saját díjszabásaik miatt sokszor egy-egy cég díjának a dupláját is elkérik egy hasonló utazás során. Lényegesen gyorsabb és nagyobb mértékű járulékcsökkentésre van szükség ahhoz, hogy a foglalkoztatók bért tudjanak emelni, mint amennyiről most beszél a kormány, mondta Veres János az MSZP megyei elnöke mai sajtótájékoztatóján. A szocialista politikus úgy fogalmazott, elég sokan távoztak az ország nyugati megyéibe és külföldre ahhoz, hogy a kormány észrevegye, szükséges a foglalkoztatók közterheit csökkenteni, a munkabéreket növelni a lakosság megtartásáért. Én azt remélem, hogy a kormányzat ez következő hetekben különböző tárgyalásokon a foglalkoztatókkal, a szakszervezetekkel leülve érzékelni fogja azt, hogy sokkal nagyobb a baj Magyarországon annál, semmint hogy ezt egy év alatt 10%-os bérnövekedéssel meg lehetne oldani. Ma meg vagyok arról győződve, hogy ebben a megyében, Szabolcsban, Bereg megyében is nagyon sok helyen, ahol új munkahelyek jönnek létre, valóságos munkaerő hiánnyal kell már számolni. Hogy ez ne legyen akut probléma, ne legyen a következő időszak beruházásainak a megakadályozója, ezért azt gondolom, hogy valóban egy év alatt nem 10, hanem ettől nagyobb mértékű százalékos bérnövekedésre van szükség, és nem pedig 5 év alatt elhúzva ezt a programot. Jogerősen 3 év, 6 hónap börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a nőt, aki tavaly júniusban kávéba kevert gyógyszerrel elkábított, majd kirabolt egy férfit a megyeszékhelyen. A másodfokon eljáró bírói tanács a pénteki tárgyaláson az első fokon meghozott ítéletet hagyta helyben. A megállapított tényállás szerint a vádlott 2015. június 14-én a nyíregyházi vasútállomáson ismerkedett meg egy férfival, akit kávézni hívott. A nő, aki a tárgyaláson hozzájárult, hogy arcát is mutassuk, egy kitalált ürüggyel félre vonult és a férfi kávéjába erős nyugtatót kevert, majd a közeli parkba hívta. A parkban a sértett a gyógyszer hatására elbódult és elvesztette az eszméletét, a nő pedig elvette a telefonját, nyakláncát, készpénzét, összesen 176 ezer forint értékben. A bíróság a tárgyaláson nem fogadta el a nő védekezését, valamint a büntetés enyhítésére, illetve a felmentésre irányuló vádlotti és védői fellebbezést sem hagyta jóvá. A rablás büntettem a ellen indított bűnügyben a nyíregyházi járásbíróság ítéletét a törvényszék helyben adja azzal, hogy a büntetés végrehajtási intézet tartózkodási helyként való feltüntetését megőrzi, és az elsőfokú bíróság 2016. május 25 napján tartott az ügyben tárgyalást. Az elsőfokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes letartóztatásban töltött időt és beszámítja a kiszabott szabadságvesztés büntetésben.
Az elsőfokú határozatban meghozott 3 év 6 hónap börtön mellett a 4 év közügyektől való eltiltás mellékbüntetést is helyben hagyta ítéletében a nyíregyházi törvényszék. Baleset történt a Kemecsei úton ma délelőtt. Egy autós úgy akart balra kanyarodni egy kapubejáróba, hogy nem adott elsőbséget a szemben szabályosan érkezőnek. A vétlen autóban az anyósülésen ülő sérült meg, akit kórházba szállítottak. Több mint 80 ezer munkavállalót foglalkoztatnak osztrák tulajdonú cégek Magyarországon. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Történelmi irodalmi kutatóhely lesz hivatalosan is az Osvárd gyűjtemény. Az értékes műtárgyakat, festményeket és több mint 39 ezer kötetet tartalmazó gyűjteménybe eddig is jártak kutatók. Ám most a Párciumi Területi Kutatások Intézete a regionális szinten együttműködő tudományos intézetek hálózatába kapcsolja be a Csengeri gyűjteményt. 2 éremmel tértek haza a Reménység körverseny budapesti állomásáról az NVSC kardvívói. A gyermekkorcsoportban Nyíri Villő a 2. helyen végzett, Együd Eszter pedig az újonc korosztályban a dobogó 3. fokára állhatott fel. Több mint 80 ezer munkavállalót foglalkoztatnak osztrák tulajdonú cégek Magyarországon. Erről az osztrák nemzeti ünnep alkalmából tartott fogadáson beszélt az Osztrák Nagykövetség kereskedelmi tanácsosa Nyíregyházán. Mint mondta, Magyarország számára Ausztria, Németország után a 2. legfontosabb kereskedelmi partner, és a hazai beruházásokat tekintve is a 2. helyen állt Németország mögött. 1955. október 26-án rögzítették Ausztria örökös semlegességét az alkotmányban, így ez a dátum lett az osztrákok egyik nemzeti ünnepe. Az államszerződés lehetőséget teremtett arra, hogy a II. Világháborúban Németország oldalán belesodródott Ausztria 1955-től független, semleges országként a saját útját járja. Magyarországnak is meg volt az a reménye, hogy ugyanolyan semleges státuszt tud elnyerni 1956-ban, mint amire Ausztria szertett 1955-ben egy évvel hamarabb gyakorlatilag. Ez hiú reménynek bizonyult, most már egészen pontosan lehet tudni a szovjet-orosz levéltáraknak a tartalmát és tétben már ismerve, hogy Ausztria esetében arról volt, hogy le kellett választani Németországról, ezáltal gyengíteni kellett Németországot, hiszen elvileg német nyelvűek, hanem is német, de német nyelvűek laktak Ausztriában is, és éppen ezért Németország gyengítése volt a fő cél. Magyarország esetében ilyen lehetőség az sem lehetett. A jaltai megállapodáshoz mindenki tartotta magát, Magyarország a szovjet fennhatóság övezetbe tartozott. Magyarország és Ausztria között jók a politikai kapcsolatok, mondta az osztrák nagykövetség kereskedelmi tanácsosa az ünnepségen. Véleménye szerint a vasfüggöny lehullása után az osztrák vállalkozások voltak a legelsők, amelyek megjelentek és üzleti tevékenységbe kezdtek Magyarországon. Ha azt nézzük, hogy a két ország milyen szerepet tölt be egymás kereskedelmében, akkor ennek alapján az osztrák pozíciók igen jók Magyarország számára. Ausztria Németország után a 2. legfontosabb kereskedelmi partner. A kereskedelmi tanácsos hozzátette, Ausztriának világviszonylatban Magyarország a 7. legfontosabb kereskedelmi partnere, Európában pedig az 5. legfontosabbnak számít. A magyarországi befektetések rangsorában Hollandia és Németország mögött Ausztria áll a 3. helyen, amely az ideérkezett vállalkozások révén több mint 80 ezer magyar embernek ad munkát. Történelmi irodalmi kutatóhely lesz hivatalosan is az Osvárd gyűjtemény. Az értékes műtárgyakat, festményeket és több mint 39 ezer kötetet tartalmazó gyűjteménybe eddig is jártak kutatók. Ám most a Párciumi Területi Kutatások Intézete a regionális szinten együttműködő tudományos intézetek hálózatába kapcsolja be a Csengeri gyűjteményt. Osváth György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet magángyűjteménye Csengerben, ebben az épületben található. Értékes mű és emléktárgyak sorakoznak a kiállítóteremben, a könyvtárban pedig több mint 39 ezer kötet. Ebből adódik, hogy a Csengeri intézményt nem csak diákok és érdeklődők keresik fel, hanem tudományos kutatók is. Elsősorban történelmi jellegű kutatókat várunk ide, ugyanis könyveinknek nagy része magyar, illetve különböző országoknak a történelmével foglalkozik, de számos szép irodalmi könyvvel is büszkélkedhetünk, úgyhogy aki irodalom terén kutat, az is talál nálunk valami érdekeset biztosan.
Az irodalmárok és irodalmi kutatók egyik kedvelt helyén parciumi konferenciát tartottak. Többek között Antal Balázs főiskolai adjunktus tartott előadást. Témája a regionális irodalomtörténeti kutatás volt. A rendezvényen elhangzott, a kutató munkákat egy hálózat segíti, azaz a Parciumi Területi Kutatások Intézete. A mai esemény is arról szól, ez a parciumi konferencia is arról szól, hogy a környékbeli főiskolákat, egyetemeket, kutatóhelyeket egy klaszterbe, vagy úgy tetszik, egy szövetségbe, egy konzorciumba összevonva kezdjünk hozzá szisztematikusan elvégezni ezt a munkát, amely eddig is zajlott, csak esetlegesen. Tehát innentől egy teljesen szervezett alapokra szeretnénk helyezni ezt a folyamatot. Az Osvágy gyűjtemény így hivatalosan is történelmi, irodalmi kutatóhely lesz a Parciumban. Két éremmel tértek haza a Reménység körverseny budapesti állomásáról az NVSC kardvívói. A gyermekkorcsoportban Nyíri Villő a második helyen végzett, Együd Eszter pedig az újonc korosztályban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Mellettük még öt nyíregyházi vívó jutott be a nyolcas döntőbe. Több mint 400 fiatal kardvívó részvételével rendezték meg Budapesten az UTE vívótermében a Reménység körverseny soros viadalát. Az NVSC 10 sportoló képviselte a gyermek, újonc és serdülő korosztályban. Közülük heten bejutottak a nyolcas döntőbe, ketten pedig a dobogóra is felállhattak. A kard szakág még csak 4 éves múltra tekint vissza az NVSC-nél, ahol 20-an vívnak versenyszerűen, míg az ötvös gyakorlóban és a Szent Imre általános iskolában szakkör keretében ismerkedhetnek meg a sportág alapjaival a gyerekek. Nehéz volt a kezdés, meg jelen pillanatban is azzal a nehézséggel küzdünk, hogy mivel a nulláról kezdtük, ugye nekünk nincsenek idősebb versenyzők, nincsenek példaképek, igazából nincsen múltja ennek a dolognak. Ezért amit így megtanulnak a gyerekek, azt csinálják, de rendkívül szorgalmasak, nagyon tehetségesek, nagyon ügyesek, és ugye már az országnak megmutatták, hogy a nyíregyházi kardozók bizony nagyon komoly ellenfelek. Nyíri Villő a gyermekkorcsoportban végzett a második helyen Budapesten. Az apáca is diák sikeréért osztálytársai is szurkolnak a versenyeken. Először furcsárták, mert ugye hát nem olyan hétköznapi sport, de hát örülnek neki, hogy ilyen sikeres vagyok benne. Milyen sikerekre vagy a legbüszkébb? Hát például a most hétvégi második helyem, az ezüstérem, de voltam már első vidékbajnokságon, és igazából ez a kettő, amivel büszke vagyok nagyon. Az újoncok között az UTE vívótermében harmadik helyen végző Együd Eszter már nem először állhatott fel a dobogóra. 4 éve vívok, és 3 éve versenyző. És az első az a Budapest bajnokság második helyezett. És utána a Diák Olimpia első helyezett, és most a második helyezett, meg a harmadik helyezett. Az NVSC kardvívói legközelebb december 2. hétvégén lépnek pásra versenyen, akkor ismét Budapesten, de a Vasas vívótermében rendezik meg a Reménység körverseny évzáró tornáját. Megköszönték a Máté Szalkai futballcsapatnál Siska Attila edző munkáját. A tabellán jelenleg 3 győzelemmel, 2 döntetlennel és 7 vereséggel 12. helyén álló MMTK edzéseit egyelőre Papik Zoltán technikai vezető irányítja. A csapatot pedig egy 3-tagú stáb állítja össze. Ahogyan a tabellán is látszik, a legutóbbi 3 mérkőzését elveszítette a Máté Szalkai MTK, amely előtte 2 döntetlent játszott. A győzelem ízét utoljára a 7. fordulóban Nyírgyulajban érezhette az akkor még Siska Attila által irányított együttes. Az elmúlt hétvégén Tuzséron már Papik Zoltán szakosztályvezető, Plesu Ádám technikai vezető és Botos Sándor csapatkapitány helyettes állított össze a csapatot, mivel az egyesület vezetése úgy határozott, hogy megköszöni Siska Attila munkáját. Úgy döntött a vezetőség egyetértésben Siska Attila volt edzővel, hogy mindenképpen meg kell adni a csapatnak azt a lehetőséget, hogy egy új impulzus érje, fel tudjon állni, és ki tudjon kecmeregni ebből a helyzetből, amiben a csapat vitte magát, nem feltétlenül hiszem, hogy az edző juttatta ide. Csendben váltunk el, Attilának a munkájára továbbra is igényt tartunk, ennek jeleként megkapta az U10-es csapatot. Ugye Attiláról azt is tudni kell, hogy utánpótlás edző valójában tavaly segített kikecmeregni egy hasonló helyzetből, most úgy tűnik, hogy ez nem sikerült neki.
A csapatkapitány helyettes nem érti, hogy a felkészülési meccseken mutatott játék után a bajnokságban miért nem tudnak hasonló teljesítményt nyújtani a játékosok. Nem tudom, miért a játékunk görcsös. A felkészülési meccseken nagyon jól ment a csapat, felpörögtünk minden meccsre. Nem tudom, van olyan dolog a futballban, amit nem mindig lehet megmagyarázni. Egyszerűen nem ment. Begörcsöltünk, inkább a támadással volt baj, mert nem tudtunk gólt rúgni. Látszik, 8 gólt rúgtunk 11 meccs alatt. Az kevés. A Máté Szalka szombaton a tabella 6. helyén álló rakamat fogadja, majd a Szakói és a Gyulaháza ellen lépnek pályára Botosék. A téli szünetben aztán a vezetők végleges megoldást keresnek az edző kérdésre. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Országosan 11 helyszínen 574 fővel hivatalosan is elindult a rendőrség határvadász képzése. A magyar kormány még augusztusban döntött úgy, hogy 3000 fővel bővíti a készenléti rendőrség határvadász bevetési osztályát. A felmérés és vizsgálatok után több mint 500 fő nyert felvételt. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében Nyírbátorban indult csoport 71 fővel. Megszűnt társaságok matricáival magas tarifákon szállítanak utasokat taxitársaságokon kívüli egyéni vállalkozók Nyíregyházán. Ezek a magántaxisok külön árakon, általában magasabb kilométerenként és várakozási díjjal is dolgoznak. A taxióra elindításával az utas egy szóbeli szerződést köt a sofőrrel, ezért köteles kifizetni az utazás díját, bármennyi is legyen az. Jogerősen 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a nőt, aki tavaly júniusban kávéba kevert gyógyszerrel elkábított, majd kirabolt egy férfit a megyeszékhelyen. A másodfokon eljáró bírói tanács a pénteki tárgyaláson az első fokon meghozott ítéletet hagyta helyben. A Kölcsei Televízió iradóját látták november 4-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk Önöket, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Műsorainkért és további tudósításokért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnaptól jelentős enyhülésre és sok csapadékra lehet számítani. Szombat estig a Kárpát-medence a nyugat-európai ciklon áramlási rendszerébe kerül, egyre enyhébb és nedvesebb léghullámok érkeznek térségünk fölé. Éjjel változóan felhős idő várható, párássá válik a levegő, köd is képződhet, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte változóan felhős, majd túlnyomóan borult lesz az ég. Főleg a déli óráktól egyre több felé előfordul eső. A délkeleti szél megélénkül, délutántól estétől sok helyütt megerősödik, néhol időnként viharossá fokozódhat. Délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. A hétvégén, illetve a jövő hét elején több középpontú ciklonrendszer, egy lassú mozgású, hullámzó frontálzóna alakítja a Kárpát-medence időjárását. Vasárnaptól keddig átmeneti szünetekkel, de sokfelé elered az eső, záporeső, jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A hét közepén változóan felhős időre van kilátás, vasárnap, illetve hétfőn enyhe lesz az idő, majd a jövő hét közepétől csökken a hőmérséklet.